Most mutatom a színháztermünket, ami most éppen félig egy raktárként funkcionál. A kedves munkatársak éppen az adományban érkezett száraz élelmiszert, illetve tisztítóeszközöket, fertőtlenítő szereket szelektálják szét a családainknak. A Bódics Kriszta által létrehozott Van Helyed Alapítvány Ózdon és Budapesten működik. Oktatásközpontú, komplex támogatást nyújtanak 106 növendéknek, és több mint 300 családtagot vonnak be. Ózdon belül és még máshonnan a szegregált telepekről gyerekek kerülnek be a mi rendszerünkbe. Általános iskolának a felső tagozatos diákjainak vagyok a patronusa. A patronusnak az kötelező, hogy a szülőkkel tartsa a kapcsolatot, a tanárokkal is tartsa a kapcsolatot, az iskolákkal tartsa a kapcsolatot, illetve nyilván a gyerekekkel. Ezek a gyerekek napi rendszerességgel járnak be a stúdióba. Gyakorlatilag egy kétszintes komplex épület, amiben közösségi terek, tantermek, konyhák, étkezők és szolgálati lakás is van. Körülbelül fél háromkor én följövök a termembe a gyerekekkel, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdődnek a programok. Tehát ez működött a koronavírus előtt. Nekünk is be kellett zárnunk, akkor ez a sok gyerek, ez gyakorlatilag úgy otthon maradt, hogy eszközök nélkül, tehát a legtöbb gyereknek se telefon, se számítógép, se internet, és tulajdonképpen egyik pillanatról a másikra belecsöppentek ebbe a távoktatásba. Különböző támogatókon és támogatásokon keresztül sikerült ezeket az eszközöket beszereznünk. De ez az itthoni tanulás sokkal nehezebb, mint a suliba, mert a suliba elmagyarázzák a tanárok, itt meg nem, hanem csak nekünk kell megcsinálni. Látható néhány fénykép, amiket én csináltam. Ezek tökéletesen mutatják a stúdiónak egy-egy érzelmes pillanatát. Ez a tapasztalatunk már évek óta, hogy a gyerekek annyira szeretnek itt lenni, hogy igazából haza se akarnak menni. És ők is beleragadtak otthonra, beszorultak otthonra. A szülőket alapból megviseli az a dolog, hogy jó néhányan például elveszítették az állásukat. Amik voltak ilyen fekete munkahelyek, azok is egyre jobban épülnek le, vagy majd teljesen megszűntek. Ezeknek a családoknak nincs elegendő élelmiszer otthon. Nekik nincs tartalék sajnos, nem tudtak fölkészülni erre az egészre. Kapok egy-egy olyan telefon, hogy nincs élelmiszer, tudunk-e segíteni. Ezek, hogy mondjam, tehát folyamatosan így bennem vannak ezek a gondolatok, és nem könnyű nem csak ezekre gondolni. És itt látható is egyébként a régmúlt Ózd, a kohászati üzemeknek néhány maradványa. És mint az előbb hallhattátok, megszólalt egy duda, a gyár dudája, ami egy nap kétszer szólal meg, délután 2-kor és 6 órakor. Ezzel jelezve a gyári munkásoknak, hogy véget ért a műszak. Most jöttem a gyógyszertárból. Ezeket a gyógyszereket fogom kivinni most toldra. Ezzel próbálunk segíteni a kinti embereknek, mert ugye ezen a településen nincsen se gyógyszertár, se élelmiszerbolt. Igazából orvosi rendelés is hetente egyszer van. Az Erritók Nóra által alapított Igazgyöngy Alapítvány számos programot működtett Toldon és a környező településeken. Társadalmi vállalkozásaik mély szegénységben élő embereknek adnak munkát. Az én jelenlétem ezen a településen mindennapos volt a vírus kirobbanása előtt. Azóta pedig heti egy-két alkalomra redukálódott. Megmutatom az asztalos műhelyünket, ahol most egy ilyen próba alkalmával ilyen díszkerti kutakat és talicskákat készítettünk. Itt a három helybéli asszony dolgozik. A hímzéseket ők készítik, és azok utána kerülnek a varrónőkhöz, és abból lesz utána a pénztárca, a laptoptartó, pikpaktáska, stb. Olyan zöldséget termesztünk, amit utána feldolgozunk. Ingyenc hagymalekvárt készítünk, valamint kökénylekvárunk van, és fűszeres céklalekvárunk. Itt Toldon nincsen se élelmiszerbolt, se gyógyszertár, és a legközelebbi település az 6 kilométerre van. Vagy valaki hoz be
ilyen fekete boltocska, ugye, hogy bevásárol nagyobb tételbe, és azt az itt értékesíti a kint élő emberek számára, vagy fuvarba, fekete fuvarba fizetnek nekik, hogy akkor elmenjenek bevásárolni. Azt tudjuk, hogy ha ez nem lenne, akkor élhetetlen lenne a falu. Amikor bejött ez a koronavírus, ugye akkor az első két hétben megszűnt a munka, utána pedig egy ilyen átgondolt, tömbösített időszakot próbáltunk kialakítani. Így 4 órában dolgoznak most ilyen pillanatban a kinti kollégák. Nagyon megsokszorozódtak a segítségek száma. Ez elsősorban ugye a bizonytalan életkörülmények miatt van. Bepánikoltak, ugye nem voltak tartalékaik. Általában a családok férfi tagjai, azok eljártak ilyen fekete kőműves munkára. És ezek viszont vagy bármilyen fizikai munkára, ezek viszont megszűntek, úgyhogy így a jövedelem kiegészítés az megszűnt a településen. Fertőtlenítőt és tisztítószereket hoztunk ki a faluba. Majd utána sikerült egy ilyen egyszeri pénzbeli kríziskezelés is. A tartós élelmiszert osztottunk, valamint sikerült pályázatban elnyerni egy keretösszeget, amit tabletekre tudtunk fordítani, és ezáltal a digitális oktatásban is segíteni az itt élő embereknek. 22 tabletet tudtunk kiosztani azokhoz a családokhoz, ahol van tanodás gyerek, és ezekhez a tabletekhez jár mobil internet. Az Igazgyöngy tanodája 3 munkatársal és önkéntesek bevonásával 50 gyermek fejlesztésében vesz részt. Egyénileg készítünk nekik tantervet, egyénileg készítünk nekik foglalkozásterveket, tehát egyénileg haladunk, egyénileg is tanulunk velük, de nem azon pörgünk, hogyha holnap dolgozat van, akkor most jól leülünk és bemagoljuk, és akkor hát ha kap egy 4-est és egy 5-ös, sokkal komplexebben és hosszabb távon próbálunk gondolkodni. Jelenleg így 0-tól 18 éves korig kicsivel több mint 50 gyereket is el tudunk kérni. A pályázat keretében tudtunk professzionalizálódni, és annak a pályázatnak a fókusza az távoktatásos fókusz volt, ez 2013-14-ben volt, ahol valamennyi tapasztalata volt a gyerekeknek, de hát mi is falnak mentünk, mint annyi más szervezet, vagy az egész ország. Szóval arra azért nem voltunk felkészülve, hogy egyik pillanatról a másikra akkor átálljunk, különösen azért nem, mert a tanodában biztosítottuk az eszközöket és a személyes segítséget is. Nagyon sok családnál nálunk is nincsen megfelelő hely arra, hogy a gyerek elvonuljon. Az adott gyereken kívül, akivel tanulunk, még szeretne 4-5-6 gyerek tanulni, és ugye a szülők is otthon vannak. Figyelj, ne tedd vissza, ahonnan fölvetted. Jó, először mindig számoljuk ki, gondoljuk végig, jó? Tehát, hogy hányszor van benne meg a 2. Ugye emléksz? Így van, ennyi, látod? Viszontosan jó a digitális platform, nagyon sok mindent el lehet rajta érni, de főleg a kisebbeknél nagyon fontos lenne az, hogy meg tudják ezeket a dolgokat fogni, azt megrajzolni, azt a gyurmát megcsinálni, stb. És hogy ezeket az eszközöket is meg kell oldani, hogy el tudjuk jutatni hozzájuk. Én azt látom, hogy nagyon várják a végét, nagyon keresik, nagyon próbálják megérteni, próbálnak eligazodni a rengeteg álhír között. Ugye Facebookon a sok család, sok tagja ismerősünk, és látjuk, hogy sokszor azért olyan hírek is eljutnak hozzájuk, amik a mi álhír szűrőinken fennakadnak. A Kijut program képzéssel és hitelekkel segíti a legszegényebbeket, hogy uborkát termesszenek. A vírus előtt nem foglalkoztak segélyezéssel. Ebben a helyzetben Elkezdtünk gyűjteni, segélyeket adni, segíteni azoknak az embereknek, akik elesettek és a legrászorultabbak. Nagy Tibor, felvásárlom ügyfelem, én már harmadik éve uborkáznak és felvásárló, segíti a termelőit, van két termelő, aki ugyancsak ide hordja az uborkát. Tehát ugye közmunkások voltunk a feleségünkkel, ugye 57 000 forint volt az, amit kerestünk fejenként. Most büszkén mondhatom el, hogy a tavalyi évben ugye kis 300 méter uborkám van, tehát végül is nem sok méter, de elmondhatom, hogy egy 8-900 000 forintot a 3 hónap alatt meg tudtunk termelni. Van olyan termelőm, aki egészen kicsiben kezdte, tényleg 6-7 aludtak egy ágy nélküli házban a padlón, és most teljesen összkomfortos lakásban jönnek, és 12 000 méter uborkázik, ami azt jelenti, hogy
abból az egész családja megélhetését tudja biztosítani. 80 családot érint. Ebbe beletartoznak azok a családok is, akik napszámban vagy ideiglenes munkásként a földeket művelik. Hát most én szerintem kétségben van nagyon esve az egész falu, tehát eddig a gyerekek délutánonként, esténként ugye kint járkáltak, bicikliztek, csavarogtak, most mindenki bent van, és félnek, az idősek is félnek, nem mernek kijönni, úgyhogy eléggé, tehát most ez kicsit leépíti a közösséget, én szerintem az a vírus. És azt látom, hogy sokkal nagyobb az éhezéstől, a szegénységtől a fejlelem, mint a vírustől a fejlelem. Nekünk is itt van például 20 darab tyúkunk, tehát nekünk a tojást az megoldja, tehát azt nekünk nem kell venni a boltba. Tehát ilyenekkel lehet, ilyenekkel meg a zöldségeket megtermelik, ugye most nyári időszakban. Tehát ilyenekkel lehet spórolni, amit otthon megtermel az ember. Azt akartam, hogy például Szatmárcsekén egy 400.000 forintot osztottunk ki legutoljára, ami 80 családot érintett, egy 5.000 forintos vásárlási utalvánnyal, amit egy helyi boltban lehetett bevásárolni. Vagy az 5.000 forintból ők gyakorlatilag heteket nem tudtak oldani, úgyhogy pogácsát se tettek, és sem más nem lett, csak lisztet, mint élesztet, egy csolajat. A termelés elindulásához elő vagyunk készülve, várjuk a palántát.